szeretnék technikusi segítséget kérni, és felkérem dr. Donau Hernándort, neuropszichológus, klinikai szakpszichológust, hogy tartsa meg előadását. A Szent János Kórház epilepsziai neurológiai szakambulanciájáról érkezett hozzánk. Szeretettel köszöntök mindenkit. Én egy ilyen földhöz ragadt gyalog kakuk vagyok, aki a gyerekekkel birkózik, és hát nagyon sok gyermeket látunk, ilyen bambulósakat, epilepszia gyanúval, akkor gyalogolunk, hogy figyelemzavaros, aztán gyalogolunk tovább, hogy részképességzavaros, aztán bekerül a díszes társaságba, ugye, és akkor elkezdjük vizsgálni. Most azt szeretném megkérdezni, a kedves hallgatóság között ki van testnevelő tanár? Köszönöm. Ki van ergoterapeuta, mozgásterapeuta? Nagyszerű, lesz üzenetem. Jó, adják át. Ugyanis az egész történés, és ezt fogom bebizonyítani most, és már előre 5 perc hosszabbítást fogok kérni, mert egy rendkívül súlyos, az alexia és a diszlexia határán súroló 15 éves fiú rendkívül meglepő történetét kell bemutatnom, hogy mindenki nyerjen ebből lelki erőt, hogy igenis soha ne add fel. Tehát először is ott kell indítani, hogy miért van ennyi diszlexiás? Miért van ennyi részképességzavaros gyerek? Hol lehet a hiba? Genetikailag romlottunk le? Cejzelice? Nem. Vagy esetleg nem eszünk elég vitamint? Hát leszakad a tévé képernyője sok hirdetéstől, ugye? Ez se lehet. Vagy talán nem volt elég lágy a viasz táblám? Vagy a kréta a palattáblám? Ez se, igaz? Hiszen olyan könyvek vannak a gyerekeknek a kezében, hogy ha nem vigyáz, akkor belemászik a fülén keresztül. Igaz? Hogy mennyire alá megyünk ennek a... Hol kezdődnek a bajok? A bajok ott kezdődnek, hogy van egy kóros és krónikus mozgásszegénység, a kézi szerszámok fejlődése, a gyerekjátékok mozgáskoordináció szempontjából egy síkúvá válása, a virtuális valóság fertőzése. Ez nagyon súlyos dolog, nagyon súlyos. Szórakoztató és látványos játékok, a fejlesztő játékok aránya megborul, a két kéz koordinációjának szerepe, csökkenése, illesztés, rakás, a finom mozgás, a pontosság, a kártyavár építés, ez mind-mind elmarad. Mind-mind elmarad a gyerekek mozgáskultúrájából. A gravitáció kioktatódása, a közép- és súlypont megtapasztalása, ennek következményei. Ezek az összerakós holland mérnökök által kitalált ugye, műanyag játékok, ezek nagyon jó szórakoztató. Nagyon jó. A szülő lelkismeretét megnyugtatja, de nem fejlesztő. Ezt be kell látni, hogy ott van több millió forint értékű, akármivel a gyerek a háta mögött, és egy 6 lapból álló kockát minta alapján az alsó tagozatos nem tud kirakni. Nem tud kirakni. A gyerek szembesül, a szülőnek meg kint adni kell az antidepresszáns tablettát. Ugye? Rossz irányába, rossz helyen, rossz kor. Nagyon fontos, hogy... Figyeljünk oda, hogy a veszélyeztett terhesség, ezerok, túlhordás, elhúzódó szülés, köldökzsinór tekeredés, farfekvés, rohamszülés, vákumos esemény, felsírás ideje, kék baba, sárga baba, izomtónus problémák, hipotónia, ugye ezek mind még a későbbiekben meghatározó. Mit látunk itt? Itt igazából az intrauterin életnek a fejlődési menete, amikor a neurociták szépen elkezdenek fejlődni. A fejlődés arányában nekilendül a golyó, és a nagysebességtől esetleg átugorhat bizonyos szakaszokat, kihagyhat bizonyos szakaszokat. Ezek rendkívül fontos és finom dolgok. Itt arra kell gondolni, hogy ugye most már ez közhelyszám, hogy ugye a fejlődésben ott van a pedigrébe, hogy hirtelen állt fel. Ezen kívül nagyon sok ilyen korai előjegyzés van, hogy ez a gyerek atipusosan fog fejlődni. Atipusosan fog fejlődni, és erre nem figyelünk oda, mert az egész kultúránk rendkívül mozgásszegény, rendkívül beteges, azt kell mondani. Tehát erre gondoljunk vissza, erre a fejlődésmenetre.
Ugyanakkor az elemi jeldetekció, színforma alaklátás, hiperkomplex sejtek, betű, doboz, az agyba külön kialakult csépet tanárnő ugye leírja, hogy ez nem így. A beszéddel együtt születünk, az olvasáskészséggel nem születünk együtt. Annak 2, 3, 4 év úgynevezett megszállási folyamatok kellenek, hogy a gyereknek az automatikusan az értelme szó felismerési rendszere kialakuljon. Most mi van? Van egy olvasási meglassultság valami miatt, sok minden miatt lehet, akkor mit csinálunk? Régen az volt, hogy gyere ide gyerekem, olvasod a Bibliát, a kutya fáját. Most megjelenik a görög kórus, mentsük fel a gyerek. Ugye? Tehát ez is egy rendkívül rossz, a kisebb ellenállás vele menjünk, kíméljük a gyereket. Ma Európában a gyerek kezd hasonlít az indiai szent tehenekhez. Nem lehet ránézni csúnyán. Mennyire nézett rá csúnyán? Nagyon, ha mennyire. Összeszaladt egészen a szemöldöke. Menjünk Strasbourgba. Szóval komolyan, egyszerűen ezt azt kell mondani, hogy beteges. És ez nem véletlen, hogy az ázsiai fiatalok, ott van egy belső fegyelmezettség, van egy koherencia, van egy belső tiszteletadás, és húznak komolyan össze, mint a vadibák. Nálunk meg az egóknak a növelése történik. És ezzel nagy baj van, ugye, hogy nem tanítjuk meg a gyereket belátásra, hogy öregem, neked kell alkalmazkodni dolgokhoz. Jó, tehát mi segíti elsősorban ezeket a folyamatokat, hogy kialakuljanak, bármennyire hihetetlen is, az észlelés alapjait és a mozgás határozza meg. Most kérem a hallgatóságot, hogy a felnőtt csendes énjüket kicsit engedjék el, legyünk egy kicsit gyerekek, és egy saját élményt alakítsunk ki. Mi ez? Egy forgó nekerkocka, ugye? Na most itt a balkezes hölgyek, utána a balkezesek, aztán a jobbkezes hölgyek, aztán a jobbkezes férfiak fogják megtanulni, hogy ez a kocka ellentétes irányba is megforgatható, és nyugodtan lazuljunk le, tegyük le a noteszt és a tollat, és a kezünkkel ellentétes irányba lendítsük meg a kezünket, amikor így a kocka ebbe a holdpontba, vagy az éleknél és a szemmozgatással ellentétes irányban lehet megtanulni forma. Lazábra, lazábra, tessék csak integetni, jó? Próbáljuk meg, ne görcsöljünk, kézzel, lábbal lehet. Mikor ezt mi megtaláltuk, a több ilyen illemedett professzori csapdosta a szobába, és benéztek az asszisztensek, és mondták, hogy áthelyezték az ártosztályt. Most akinek ez nem megy, mert egy kicsit túl balféltekések vagyunk, van egy ilyen segítő rész, ez egy nagyon könnyen forgatható, könnyen megfordítható, és ha érdemes, akkor ezt fel lehet írni, és lehet otthon játszani. Tehát igazából a mozgás fogja meghatározni az észlelésünket. Most a kutatók kutatják, vannak ezek a polár szemüvegek, volt az interneten ez, hogy milyen színű a ruha, ugye hatalmas veszekedés volt, és hát kiderült, hogy a színlátás körül is ilyen különbségek vannak, tehát aki a színnel próbál, ugye zöld szemüveg, kék szemüveg, piros szemüveg, ez se jár rossz helyen. Most aki a kontúr látásban látja a fejlődési visszamaradást, őnek is igaza van, és hát ezt tudni kell, hogy igazából ez a Kovács tanárnőnek a kutatása, hogy az alacsony téri frekvencia és a magas téri frekvencia és a kontraszt az ilyen későn alakul ki, és ezt majd később látjuk, hogy a mozgáslátásnál rendkívül nagy szerepe van. Saját élmény kezdődik, úgyhogy mindenki készüljön fel. Diszlexiás gyerekek bejönnek, ugye, gyerek hát olvasgat, vagy keresi a betűt, és akkor a szülők meg azt mondják, hogy tehát akkor honnan örökölte ez a gyerek. Sok szülő úgy tudja, hogy neki is rendesen, vagy nehezen ment az olvasás, és most mindenki kipróbálhatja. Jó, úgyhogy ha esetleg a fényt lekapcsolnánk, akkor a hátsó sor is be tudna kapcsolni a játékba. Arra kérem, hogy a fenti szöveget tessenek szívesek elolvasni. Jó. Aki készen van, tegye fel a kezét.
Jó, nagyon jó. Hát ők, aki nem nyújtotta fel, az vagy olvasnás nehezítettséges, vagy diszlexiás, délután jöhet hozzám. Ezt egész véletlenül találtuk meg, hogy felnőtteknél, akinek korábban diszlexiája volt, de az intellektusa, a szorgalma ki tudta egyenlíteni, hát komolyan véres verítékkel, és mondta, hogy akkor visszajöhetne, hogy a jövő héten meg kialussza magát, és megpihen egy kicsit, megfájt a feje, de ugyanolyan nehezen olvasta el. Tehát így ki lehet szűrni, hogy az egészséges olvasási stratégiával rendelkező embereknek ez nem jelent különösebb problémát. Nagyon fontos, és itt megint a mozgás, az irányított mozgás, ami a vezetett mozgást jelenti, a tónus szabályozás, a tónus tartás, ez mind a szemmozgásnál több olyan rendszerünk van, ami egyszerűen tudja, hogy a térben, az objektív térben ott volt-e a fixáció, vagy nem volt a fixáció, de ehhez egy ősibb rendszernek a kialakulása. Egész véletlenül jöttünk rá a következőre, ez ugye a jobb félteke, ez itt a szemünk, jobb félteke az egész látóteret, illetve a bal látótérnek az észlelését, illetve a figyelmét szabályozza. Ez elméleti konstruktív volt sokáig, neuropszichológus tudja, hogyha baloldali vérzése van az illetőnek, sztrókja van, akkor a jobb látótérbe esik ki. Ezek a tünetek rövid ideig tartanak. Míg a jobb oldali, ezért a pszichológia is erre figyelt elsősorban, de kiderült, hogy a 30-40 éves agyvérzéses, évente 35 ezer agyvérzés betegünk van, tehát elég szép, ezek menni akarnak vissza dolgozni, autót vezetni, és a jobb színvonalú becsületes vissza, én azt mondom, hogy sajnos nem veszem észre a jobbkezes utcát, nem tudok jól olvasni, nem tudok jól számolni. És akkor elkezdtük tanulmányozni ezeket a betegeket, és kiderült, hogy a baloldali vérzéssel, ahol a beszédértés is sérül, a jobb látótér is sérül. És ez kísértetiesen kezdett emlékezni azt, amit a gyerekeknél, a diszes gyerekeknél találunk. Tehát, hogyha összehasonlítjuk a téri teljesítmény görbéjüket, a gyerekeknek és az agyvérzéses felnőtteknek nem tudjuk megkülönböztetni a teljesítmény profilját. Itt nagyon fontos az izomtónus szabályozása. Ugye, amikor a gyerek elterül, mint a nagy magyar alföld, az nem belső fegyelmezetlenségtől hemzsegő, ellenünk merényelő gyermek, hanem egyszerűen az izomtónus elemi szabályai, szabályozásai hiányoznak. Tehát ezt is olyan tónusfokozó, nem a wellness, fitness, lockness és más fenékhegyező dolgokkal kell érlelni, hanem a tónustartással, a kitartással, a túraszerű igénybevételezéssel, a kajakozással, úszással, lovaglással. Nagyon fontos. Elemi jelző ingerek, tehát a nyuszifülnek a hegyességét, mint jelzővonást, és a csónak hegyességét, mint jelzővonást, egy francia agykutató megnézte, és kiderült, hogy a teljesen echte, észlelés, csak észleléssel foglalkozó sejteknek is van egy olyan hatásmechanizmusa, hogy a fókuszát neki jellegzetes jelzővonást, hogy kiemelje ahhoz a többi szintén észlelő sejteknek aktív gátlásával tudja kiemelni. És ez a finom kiemelő rendszer, a jelzővonás rendszer sem működik a diszes társaságnál. Nagyon fontos a kéreg alatti szemmozgásvezérlés. Nézzük meg, ez olvasásnál lesz nagyon fontos, hogy van egy szakadikus szemmozgást vezénylő homloklebeny, van egy perifériás figyelmet, tehát amikor a szemünk sarkából követjük, van egy átlen. Ez a gyerekeknél, a diszes társaságnál ez nem megy. Nem képes fókuszálni a tekintetét. És ahogy nem tudja a tekintetét fókuszálni, a mentális figyelmét sem tudja fókuszálni. Mondják ezzel az élőmese fontosságát, de azt már elfelejtik, mert a reklámidő elveszi, hogy miért
Iszonyatosan fontos az élő mese. Azért, mert a fókuszált figyelmet is ugyanúgy tanulnunk kell, mint ahogy a látást tanulnunk kell. És hogyha a gyerek nem erre van húzalozva, hanem a vizuális katyfasz önti el az agyát, egyrészt amigdalárisan a negatív érzelmeket tölti fel, ahol az agresszív késztetés nő. A pszichiátriai társaság elnöke sírva, könyörögve, kezét összetéve könyörög a kereskedelmi adóknak, hogy a ráutaló agresszív filmeket, meg fűrészes gyilkosnak az eredeti helyét nem utassák meg, mert ez ráutaló magatartás. Tükörsejtek elindulnak a gyerekekkel, és elérkezünk két generáció múlva, hogy az óvodában is rendőrnek kell ott lenni. Röhely, ez nem a gyerekek leromlása, hanem a mi környezeti és társadalmi szociális szennyezésünk. Tehát ennyit a figyelem előttes folyamatok nagyon fontosak. Annyit kell tudni, hogy van a fönt ugye a légtornász, és a légtornásznak halálos pontossággal kell tudni, hogy mikor lendül be. Ha a légtornász késik egy pár tized másodpercet, a figyelem előttes folyamat nem ott van, ahol kellene, a magasabb szintű kognitív funkciók nem jönnek létre. Se az olvasás, se az írás, se pedig a számolás. Nagyon fontos a figyelmi rendszernek az összehangolása, aktiváló rendszer, izomtónus szabályozás, a fokális figyelem kialakítása, hiszen az összes iskolai ismeret elsajátítási helyzetben létfontosságú a ki, mit, mikor anyagnak, de ahhoz a gyereknek ez a halántik lebenyi részének éretnek kell lenni, hogy ő tudjon fókuszálni hosszan, rövidebb ideig. Ha ez nem alakul ki, akkor megint nagyon fontos, hogy a téri figyelem, a megosztott figyelem, tessenek tudomásul venni, hogy az idegrendszerben nincs demokrácia. Nincs megosztott figyelem. Ez egy nagy, hülye, emeletes legenda. Az lejött ugye a svájci kutatásból, hogy nem szabad mobilizni vezetés közben, de ugyanezen kutatásnak a többi részét elhallgatták, hogyha hintázik a gyerek, ha rágó gumizik, ha rázza a lábát, a figyelem allokatív rendszerét, az összes mozgató rendszer leszívja, rontja a hatékonyságát. Ez ugye a jobbféltekei sérülésben, amikor rájöttünk, hogy a neglektes betegnek mi tud segíteni, és most megint mellé beszél a neuropszichológus, hiszen olyan távoli, olyan primitív, olyan ősinek hit dolgokról fogok beszélni, amik mégis alapvető fontossága határozzák meg az olvasáshoz szükséges folyamatokat. Mi ez? Nem hiszik el, ez az ősi szimmetrikus háromfélkörös hívjárat, ami a belső fülbe van, ami egyszerűen megtanítja a kis mészkistályokkal, hogy mi az, hogy viszintes, mi az, hogy függőleges. De hogyha ott van a gyerekünk, akinek alapból az izomtónus szabályozása ügyrendi kérdés, tehát az agykéregnek kell pár percig, hogy Pistike, állj egyenesen, ügy egyenesen, ne dőj rá a másikra, pár percig a gyerek meg tudja tartani, de utána újból szétfolyik. Ezek mind ezek a rendszerek létfontosságúak, és ezeket kellene. Az ilyen általános izomtartás, tónus szabályozásnak, amit hittünk, hogy a kisagynak ugye ez a rendszere, ez nagyon-nagyon fontos, hogy azt úgy kell elképzelni a kisagyat, mint egy 6 milliárd ujjú Liszt Ferenc. El tudjuk képzelni? Igen? És Liszt Ferenc úgy játszik, hogy azokat a billentyűket nyomja le, amire nincs szükség. Ugye? És a gyerekeknél, akiknek ez a mozgásfejlődés éretlen, egy csomó billentyűt szabadon hagy, tehát a gyerek mozog, hipermotil, izgáza, fegyelmezetlen, ügycsendesen zavarod a másikat. Ugye, és hát óvatatlan ez a pedagógusba indulatokat kelt, holott itt arról van szó, hogy idegélettel miért kell ennek a nyomorult mozgásnak megérnie? Miért kell? Miért ilyen szenvedélyesen mondom? Azért, mert a legújabb kutatások kimutatták, hogy a kisagyba, amit úgy mondtuk, hogy az izom szabályozás elemi rendszerével van összefüggésbe, kiderül, lecsúszott a funkcionális MR kamera egyébként. Nézzük meg, figyelmi tesztekben a diszkrét pontokon aktiválódik a kisagy. A munkamemória kialakulásánál, most gondoljuk, hogy egy ilyen zizegő gyereknek mennyire rossz hatékonysággal megy a munkamemóriája, rendkívül rossz. És van egy nagyon fontos dolog,
hogy a viselkedés, bejóslás, helyzeteknek meg tudod ezt a feladatot oldani. Ezek is kisagyi rendszer. Mozgás, mozgás, mozgás. Mi itt a hegycsúcsával foglalkozunk, szövegértéssel meg, stb. Holott az izmoknak ez a fajta tónusa, ezt most a legújabb kutatások bemutatták, hogy van egy statikus magzsákrendszer, van egy dinamikus magzsákrendszer, ez egy ősi, a statikus az egy újabb, és ennek a kivezérlése ább óvó nem alakul ki a gyereknél, mert nem tanulta meg. Pistike, ülj egyenesen, Pistike, ülj egyenesen, Pistike, ülj föl a lóra. Lóra úgy, Pistike, egyenesen, mert nem akar leesni. Tehát itt is az van, hogy mondtam, hogy Árpád idejében nem volt figyelemzavaros gyerek, igaz? Volt, nem volt. Megtanult célozni, jobban differenciáló. Igen? Nagyon lényeges, hogy ha előre, tehát hogyha a mozgásrendszer érett, van önismeret, nem neurotizálódik a gyerek, kialakul a tényleges, reális énképe, tudom, nem tudom, és akkor nem az, hogy nem tudnak semmit, tehát ilyen szülőműködtető, ugye ilyen nyavajgós gyerek, máskor meg az egója nem fér be a lakásba. Azért nyomatom a szemeket, hogy tessék megnézni, hogy ez mind a figyelmi rendszernek egy közvetlen kapcsolata. Tehát a szemmozgás érlelése, a szemmozgás, megint itt van az az egyensúlyrendszer, és hogyha a gyerek nem tudja, mozgásélményben nem tudja kialakítani, hogy mi az, hogy viszintes, tehát azt mondom, Pistike, csukd be a kezed, mutasd, emeld fel a kezedet, viszintes, az, hogy oldalt, az már nem fog menni, de megmutatom neki, és Pistike csukott szemmel így fogja. És akkor mindjárt látjuk, hogy hova vezet ez olvasásnál. Elemi súlyos sortévesztésnél. És ilyen piszlicsári dolgokon múlik. Itt is nézzük meg, hogy maga a három félkörös ívjáratnak a rendszere, a gyors észleléshez, a szakadikus mozgásoknak az előfeszítéséhez, ami olvasásnál rendkívül fontos. Rendkívül fontos, hogy a gyerek érezze a mozgásélményen keresztül, hogy neki az adott térpontjára hova kell fixálni. Így ezek mind a ilyen patológiás tünetek, amik ráhívják, hogy az egyensúlyi rendszernek bármilyen szintű megbomlása az a szemeknek, a szemmozgásoknak tehát lehet látni egy figyelemzavaros gyereknél, bár figyelemzavaros gyereket, mint olyat nem ismerek, mert arról is kiderül a javarészre, hogy nevelés zavaros, de most nem menjünk bele. Nagyon fontos, hogy miért kell ezt az egyensúlyozós játékot, a hintát, a lovat, az aktív-passzív három dimenzióban való mozgást. Mert akkor, amikor a pedagógus, mi, hogy felemeled a kezed szépen, viszintesen, és akkor ezt csinálod, és akkor azt csinálod. Betegeknél ugyanez a járókeret, hogy járókeret lép, keret, terhel, lép, keret, terhel. Ez egy rendkívül rossz hatékonyságú, 40 bitet tudunk az idegrendszerben meghajtani. De én a beteget beteszem egy hinta, terápiás hinta helyzetbe, akkor a 10 a 7. bittel ezeket az inorsókat, az anulospirális végződéseket, a mozgás egyensúlyt, a tónus szabályozásnak a reflexes rendszerét tudom meghajtani. Sokkal hatékonyabb. Tehát ezért fontos, hogy az ilyen történeteket, ugye, ha valaki idáig eljutott és nem aludt el, ezt felírja, hazamehet. Jó, és ez a legfontosabb, hogy a szimbolikus megértés arra az alapra épül rá, mely a gyerek mozgásvilága képezett. Tehát rendkívül fontos. Jó, jöhet az olvasás, és akkor nézzük meg, mert ezt így olvas egy diszlexiás. Nézzük meg. Látjuk. Ez igazából nem az értés folyamat, könyörgöm. Itt még sehol nincs. Itt még az irányok, az arányok és a viszintesnek az rosszul való kódolása.
Abba az esetben, hogyha észreveszem, hogy a gyereket az a mozdanat, hogy pisztike, melyik a domináns kezed, tessék a mutató ujjad oda tenni, ha erre hatásra romlik a gyerek teljesítménye, akkor megint szenzoros, motoros, integrációs problémája van. Jó, mindenkinek volt élmény. Az, aki mikor már jól kialakul, kultúránkhoz függően a fixációs pontnak a jobb oldalát egy figyelem előttes folyamattal elő tudjuk feszíteni. Ha az az elemi látás szinten se alakul ki, a gyerek abstart diszlexiás lesz. Nézzük meg egy diszlexiás olvasásnak a bizonytalanság, a szemfixációs ideje, ugye annál nagyobb, minél nagyobb a piros pötty, hogy ez milyen kínkeser, milyen szenvedés a gyerek számára. Nézzünk meg egy kontrollszemi olvasást, hogy ezekkel a trészerekkel már nagyon finoman, nézzünk meg egy diszlexiás szemi olvasását. Látjuk? Nagyon fontos ez a kissejtes, nagysejtes rendszer, ami a retinánkban van, és ez a retinából párhuzamosan végig együtt dolgozik a látásnál. Ezek annyira szépen együtt dolgoznak, mint hogy maguknak el kéne most választani, most a jobb lábukkal vagy a bal lábukkal jöttek ide. Tehát ez a parvó magnó rendszer, ez ennyire összefügg. A retinán perifériásan így alakul ki. Az olvasásnál nagyon fontos a kontrasztos, és így kitaláltuk ezt a úgynevezett homokbetűt, amit először a neglekteseknél próbáltunk. Ugye ez a látótérnek a jobb, ez úgy van beállítva, hogy a diszlexiásoknál ez a jobb oldali árnyék mozog, és ez mindegy, ezt a figyelem előttes folyamatot oda tudja készíteni, és javítja a betű megnevezés. Ugyanígy páros betűk összehasonlítását, ez a demóba, most ezt mikor mi megcsináltuk, utána néztük meg, hogy egy évben 33 ezer cikk foglalkozik a diszlexiával, és akkor elvesztettük az önbizalmunkat, de végül is ez úgy tűnik, hogy az olvasásoknál és a neglekteseknél is nagyon szépen működik. Tehát csak így alakul ki. Itt van egy alapszövegem, a tiszta erdede. Nézzük meg a leggyakoribb hibákat, hogy mindig az ékezetes betű, a hosszabb szó, az idegen szó, a nem tipikus szó, a ritka szó, ugye ezek mind-mind kódolási problémákat okoznak. És van egy számítógépes feladatunk, ahol megfigyeltük, hogy a látótérnek, ugye ez egy középen kell egy betűt megnevezni, és közben a perifériás elemi fényingerre kell megnyomni a gombot. És azt találtuk, hogy a nagyon sok gyereknél a felső látó térbe eső elemi ingerek detekciója sokkal lassabb. És észrevettük, hogy ez mivel függ össze, az ékezetes betűknek a pontatlan olvasása. Saxnak van egy, akit sajnos elvesztettünk, volt egy műtétje, és ő rájött, hogyha közel nézi azt a kieső területet, akkor a saktábla mérete szerint, ha messzebbre, akkor a 15-re, akkor papírlap, ha a plafonra, akkor fél négyzetméter, de ha messzebb néz, akkor kirakat nagyságú. Mi rávetítettük erre a számítógépes részt, és kiderült, hogy a felső látótér, alsó látótér, jobb látótér, aznak ez az elemi észlelés, itt nincs még igazából itt a periférián betű, egy fényfelülvonáson, ott sem működik rendesen a gyerek. Hát idáig ez szép, de mivel megyek én innen haza? Arra kérem, hogy tessenek szers átadni a testnevelőtanárok, hintjenek ebbe, be fogok mutatni most egy rövid bemutatót. Ő egy 14 éves kisfiú, akinek hát vannak több baja, igazából a felső látó tér észlelésének a feszítése, tollas labdázás, röplabdázás, fölfele, nagyon sok labdajáték, akkor kapod meg a túró Rudit, ha 200-szor felütöd a labdát, de anyu leszakad a karom, az a jó, mert a felső vállőv így erősödik. Jó, akkor nézzük meg. Fölfele pattintom a falra, és a gyereknek fölülről kell elkapni ezt a
labdát. Most ezek nyilvánvalóan egy-egy foglalkozás, és hogyha a szülő elég mondjuk hisz ebbe, akkor ezt otthon is játsszák. Ugyanígy vannak más típusú betűk, és ezeket. Most ugyanígy az összetett betűknél igazából integráló funkciókat, elemi dolgokat. Most vannak ugye olyan problémák, amikor nézzük meg egy szemmozgásos helyzetet. Ahova nézünk középen az a fixációs rész, az egy gyors rész. Ez mondjuk egy jó olvasó ember. A két vonalba most nem menjünk bele, de akkor, amikor a két oldalról előbb veszi észre, mint középen, ez egy igazi fókuszálási figyelem, zavaros, periférián eső dolgokat előbb veszi észre, mert a széligátlása nem alakult ki, mert a fokális figyelemre, a mesehallgatásra nem lett rá szocializálva. Itt történnek a bajok. Jó, itt már látjuk, hogy a jobb oldalra, de most erre milyen gyakorlatot, itt ugye megint van egy rendkívül súlyos koncentrációs zavaros gyerekünk, aki hát aztán szenved is. A felső, ez egy kicsit bénára sikerült, de az a lényeg, hogy a gyerek feje felett levő céltájra 2-3 méterre 5-6-7-8-10 teniszlabdát oda teszek, és azt mondom, hogy tessék bedobni. Ez most nem sikerült. Jó, tehát fogom, és akkor dobom, és akkor dobom. Ez nem elég magas a rész, de ez megint arra szolgál, hogy a fiúknál a domináns kéz és a térnek egy külső adott pontjára való mechanizmus összeérjen. Jó, itt ugyanígy még súlyosabb történések vannak, és ezt még meg szeretném mutatni, hogy amikor a szakkádokkal van baj, tehát nem tudja a gyerek, a hosszabb szavaknál elakad, akkor milyen jellegű játékokat, pingpongozás nagyon jó, négyesbe, hogy a látótérnek a szélességét húzza ki, hogy igenis elő tudja vételezni, hogyha a másik mellettem hülyén adja a szervát, a másik le fogja csapni, de ugyanígy ezek az egyszemélyes gumin ugráló tenisz játékok is nagyon jók, mert a látótér mozgás alapon szélesíti, mozgás alapon. Jó, tehát erre kell. Ugyanezt csináljuk, csak sokkal laposabban, gyorsabban dobom. A gyereknek az a feladata, hogy elkapja, ugye? És hát amennyi aztán a sor szerinti szakkádikus szemmozgása, annak arányába ugye csinálom, és aztán gyorsítjuk. Na most, rejtélyes, idegesítő eset. Ebből kell tanulni. Kiváló intellektusú, 12 éves lány, kiségkapkodó, hipermotilitás határát súrra, valamennyi tárgyban jó előmenetel, jó verbalitású, jó kommunikatív készségű, prózamondásban területi győztes. Egyedül az olvasás és a szövegértés nem megy, de olyan súlyosan, hogy nem ismertek elmenni gimnáziumba. Kezdetben magamság boldogoló, kapkod a gyerek, és akkor megvan a megoldás, letakarom, egy sort adok, beszéljük meg, szép lassan olvas. A gyerek csak kapkod, csak kapkod, csak kapkod, és akkor jött az, hogy egy metronómot 800-as tempóra beállítok, gráve, és a gyerek kifogástalanul olvas, és kifogástalanul a szöveg megértése. És az egész nimbus, az egész szenvedés úgy, ahogy van, elolvad. Miért fontos? A gyerek megéli, hogy jobban tudok olvasni, mint korábban hittem. Motivált lesz, és ettől nagyon szépen helyre is jött a kislány. Nagyon sok ilyen egyszerű helyzet segíthet. Kimondottan nagy méretű betűk alkalmazása, 5-7-10 mm-es betűk, lehetőleg egyszerű, tehát az régen ez Helvetica médiumnak hívták, most Arielnek hívják, minél egyszerűbb betűkkel gyakoroljuk. És azt kell mondanom, hogy 100 diszlexiásnak tartott gyereknek, 85-nek csak olvasási nehezítettsége van, csak ilyen kis türelemmel a diszlexiát le lehet kaparni a gyerekről. Ugye ezek a szövegek, 15 éves, nagyon súlyos diszlexiás kisfiú, itt csak annyit mutatnék meg, hogy van egy
ez egy Pierron figyelemteszt, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a célra a gyerek hosszabb reakciót ad, mint a nem célra. A nagy szignáldetekciós rendszerbe itt ki lehet mutatni, hogy ez a gyerek 15 éves korára úgy vesztette el az önbizalmát, hogy azt se hiszi el, amit lát. Tehát itt ilyenkor pszichésen támogatni kell a gyereket, különböző plusz persze trükkökkel. Ez az ő megoldási sebessége ebben a nonverbális részben. Hát az ő korosztály az körülbelül így csinálja meg. Látjuk, hogy elemi problémák vannak a diszes gyerekkel. Azt meg tudja mondani, hogy itt fél három van, meg tudja mondani, hogy 5 óra van, de a 4 óra lesz 5 perc múlva, a 11 óra múlva, ezt már nem tudja. Megyek lejjebb, egyre lejjebb. Mit látsz itt? Mit látunk itt? Nem. 3 darab Angry Birds, és eltört szívószál. Eltört az elemi, szenzoros, integrációs folyamatai ennek a gyereknek valami miatt nem alakult ki. Menjünk lejjebb. Mit látsz itt? Boríték, 3 helyen a pecsét fel van törve. Mondom, kenyergem, mást nem látsz? Nem látok más, boríték. Tehát megint elemi perc, mit látsz itt? Kockát nem merjenek mondani, mert nem azt látom. Azt mondja, békejel, korongok, sajtdarabok, 15 éves. És azt látjuk, egyébként nagyon jó személyiségű, és ami a legsúlyosabb, ott már én is padlót fogtam, hogy itt ez az úgynevezett Hermann rácsnál a periférián levő retinális túlvezérléseket, ezeket az árnyas, sötét foltokat se látja a kisfiú. Mihez kezdjek? Hiúsági kérdést csinálok. Ha ezt a gyereket meg tudom nevelni, akkor minden diszlexiás meg tudok. Ugye, hát ez egy nagy kihívás volt. Nézzük a magnóparvó rendszert, és hát ugye alapozó terápiára a gyereket nem küldhetem. Az már égő, hogy ottan tornázzon a kicsik közé. A mozgás kultúrája nem olyan, tehát csak bármilyen edzésre lemegy, ott égőre is tágrongy lesz, tehát az se lehet, mit tudok neki adni, amilyen. Elküldöm tájcsira. A tájcsi tetszik neki, csak az a baj, hogy csak öregek vannak. Erre elmegy az anyukája is, és szépen elkezdünk, és akkor én rájövök, hogy van egy ilyen játék, ami az amerikai részben az ilyen flag játék, ahol a betű és a pozíciót össze lehet kötni. Ezt gyakoroljuk. A fiú nagyon lelkes, és ugye ezeket gyakorolja, motivált a fiú, tűzoltó akar lenni, és igazából tehát megint arról van szó, hogy a betű felismerés megint az a rohadék nagy mozgáson keresztül fog hozzájutni a gyerek. Jó, és igazából most a tudósok, kutatók, mindenki úgy van, mint itt a helyszellem, amikor a bölcs rabbihoz elmennek a hitközségi dolgozók, elmondják a panaszokat, és mondja a rabbi, hogy hát igazad van. Na, mondja el a másik, hát neked is igazad van. Hát aki áll a sorba, mondja, hogy bölcs rabbi, az nem lehet, hogy mind a kettőnek igaza legyen, hát neked is igazad van. Tehát itt is a látás, az észlelés, a kontúrlátás, a szemmozgásos kutatások, ezek mind a megnevezése. Van diszlexiás egerünk. Kiütik azt a génszakaszt az egérnél, ami a részben, és az egérnek hol mutat a deficitje, a rövid és a rövid hangokat nem tudja megkülönböztetni. O-O, dupla T, és süllyed, ugye? Tehát ezek nagyon fontos, hogy komplexen kell a gyerekeket fejleszteni, időbe kell észrevenni, és mindig a mozgáskoordináció, az irány, az arányérték, a figyelem térben való mozgatása, a szakadikus szemmozgások nagyon fontos. Ugye ez egy amerikai filmből való utolsó szolgálat, mikor a fiú megszökik, ugye ez a bye-bye baby, és elkezd menekülni.
És hát ezt kell mondanom, hogy aki még nem alszik, köszönöm a figyelmet. Esetleg otthoni kommunikációra tudom javasolni Monty Python filmjét, és jó szórakozást, és sokkal több mozgást mindenkinek. Köszönöm a figyelmet.